Sokan álltak meg ma délelőtt a főtéren sétálók közül, hogy részesei legyenek a különleges eseménynek, a városházát díszítő bádok szobor földetérésének. Az Árpád vezért ábrázoló horgany öntvény 1894-ből származik, úgynevezett kéregöntéssel készült. A monarchia korában amolyan fricska volt az építők részéről, hogy a magyar ősiség egyik fontos szimbóluma került a szecessziós városháza tetejére. Amint egy 400 kilós öntvényt egy daru segítségével emelték le az épületről, majd a többi bádok csúcsdísztel együtt Hódmezővásárhelyre szállítják. Árpád vezérszobra egyébként korához képest jó állapotban van. Két csizmájának sarka hiányzott, amit az idők során próbáltak pótolni. Ezeket biztosan újra kell öntetni. A restaurálás során elsőként olajos vegyszerrel kezelik a tömört cink öntvényt, majd kukoricacsuska őrleménnyel tisztítják meg, homokfúváshoz hasonló technológiával. Így nyeri majd vissza Árpád vezér eredeti fényét. Természetesen az egész folyamatot dokumentálják az örökségvédelem számára. Árpád vezérrel együtt összesen mindegy 200 darab bádogelem díszítette a városházát, ezek között vannak vízgyűjtők, buzogányos, koronás és zászlós díszek, valamint díszmanzárdablakok is. Ezeknek egyelőre még csak egy részét sikerült leemelni. Sajnos a díszek az idők során olyan rideggé váltak, hogy már nem lehet felújítani őket. Sokkal biztonságosabb az épület szempontjából az újragyártásuk. Szeretnének minden elemfajtából egyet restaurálni, hogy eredeti bádok díszeket is visszahelyezhessenek a felújított városházára.